Hát azt hiszem, hogy az oktatás jelenlegi helyzetét eléggé jól bizonyítja a jelenleg a mostanság kialakult helyzet. Jó néhány iskola, akik csatlakoztak a Herman Otto féle kezdeményezéshez, illetve van már azon kívül ugye más iskolai kezdeményezés is. Én úgy gondolom, hogy ezen nagyon el kellene gondolkozni a kormányzatnak, és nem könnyedén véve, és megpróbálni könnyen megoldani ezt a helyzetet. Alapvetően én azt hiszem, hogy itt nem a pedagógusok béréről van szó, hanem minimum az oktatást hasonlóképpen kellene kezelni, mint ahogy éppen tegnap hallottam, hogy a sport az nemzet stratégiai ágazatként kezelt dolog most, hát ezt is minimum úgy kellene. De ezt szeretnénk látni is, hogy nem kivonják a pénzeket az oktatásból, hanem inkább többet tennének bele. Mik a legfőbb problémák országosan, Ajkán, illetve az önök intézményében, gondolom, itt is megjelenik esetleg ez? Igen, hát ugye előbb említettem, hogy a pedagógus bér, és nem ez az elsőleges probléma, hanem az a pénztelenség, amivel kénytelenek az intézmények valamilyen szinten működni. Konkrét dolgokat tudnék mondani, ami egyszerűen elképesztőnek nevezhető, a működéshez szükséges eszközök, anyagok, papír, kréta, nagyon sok ilyen probléma eljutott hozzám is. Talán azért azt mondhatnánk, hogy egy kicsit az intézményünk picit jobb helyzetben van. Ezek a problémák még nálunk nem jelentkeztek ilyen mértékben, mint ahogy hallom a más állami fenntartású intézményeknél. Azon kívül még lehetne szó ugye az oktatásnak a tartalmi dolgairól, tehát amit kell tanulóknak tanulni, az nem én mondom elsősorban ki, ugye, hogy túl sok felesleges dolgokat tanulnak, át kellene jobban gondolni a közismereti tantárgyak anyagát is, illetve nálunk ugye szakképzésről van szó, a szakképzést is. A szakképzésnek azt a módját, amilyen formában most próbálják működtetni, hogy átkerült a szakképzés a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz, legalábbis a szakképzőintézmények nagyon nagy része. Nem tudjuk még, ez a rövid idő alatt nem nagyon lehet még ki levonni azt a következtetés, hogy jó vagy rossz döntés volt, de ha nem tesznek bele több pénzt a szakképzésbe, mint amennyivel oda átkerültek, akkor nem lesz jobb az eredmény sem. Azon kívül a szakképzésnek az a része, amivel próbálják irányítani a tanulókat, hogy milyen szakmát válasszanak. Persze nem a tanulókat irányítják valójában, hanem az intézményeket kényszerítik arra, hogy bizonyos szakmának az oktatásától váljanak meg, független attól, hogy ott a környéken arra szükség van, vagy nincs szükség. Én úgy gondolom, hogy ezek a döntések, és ezek a döntések érintették az intézményünket is, rossz irányba viszik a szakképzést. Meggyőződésem az, hogy itt nem szakmai meggondolásból, nem szakmai érvek alapján döntöttek, hanem itt kell mondani azt, hogy itt politikai elképzeléseknek a megvalósítását tudják, vagy próbálják így módon, hogy kényszerítik az intézményeket bizonyos szakmáknak a elvetelétől, illetve hát a bizonyos szakmáknak az oktatási lehetőségének a megvonásával. Nálunk az intézményben ez néhány szakmánál megjelenik, ez a korlátozás. Természetesen ezzel kapcsolatosan vannak elképzeléseink, vannak próbálkozásaink, ezt majd a következő beiskolázásnál reméljük igazolni, látjuk majd. Én bízom benne, hogy egy rövid idő elteltével ezt átgondolják és megváltoztatják ezeket az elképzeléseket, illetve ezekre utaló, hát kormányzati döntéseket. Miért tartja mérföldkőnek a miskolci Herman Ottósok nyílt levelét, amihez, ha jól tudom, az intézményük teljes tantestülettel csatlakozott?
Hát, hogy mérföldkője vagy nem, azt nem tudom. Az talán majd a jövő ezt majd beigazolja. Minden esetre szeretném, ha az lenne. Most már talán elérkeztünk arra a pontra, amikor azt lehet mondani, hogy ennél lejjebb már nem szabad engedni az oktatást és a szakképzést sem, és bízom abba, hogy a Herman Ottósoknak a kezdeményezése támogatásra talál. Nagyon sok olyan intézményt ismerek, ahol tényleg 100%-ban támogatták és melléjük álltak. Meglátjuk, hogy ezt majd a kormányzat hogy kezeli le. Én bízom benne, hogy hát a lekezelése olyan lesz, hogy jobbá tudják tenni majd az oktatást, a közoktatást is, meg a szakképzést is. A pedagógusok többsége ugye nem mer nyilatkozni, talán félnek a következményektől. Járt valamiféle következménnyel az, hogy ön felvállalja a véleményét ebben a témában? Nem tudok erre igen választ adni, tehát még nem tapasztaltam olyan intézkedést, vagy olyan megmozdulást, hogy most azt mondhatnám, hogy a múltkori megnyilatkozásunkra lenne ez reakció. Bízom benne, hogy nem is lesz ilyen. Hogyan lehetne ön szerint normalizálni az oktatás jelenlegi helyzetét? Kiket kellene bevonni ebbe a folyamatban? Semmiképpen nem csupán azokat, akikről most olvasni lehet, hogy egyeztetést kezdeményeznek. Keményen az érintetteket, tehát az intézmények vezetőit, szülői szervezeteket, mindenképpen szakmai grénumot kell ide gondolni, nem pedig azokat, akiket most már így létrehoztak, és én úgy érzem, hogy ott is továbbra is a félés az, ami miatt nem nagyon mernek kiállni a gondolataik mellett. Mi a véleménye az oktatás jelenlegi helyzetéről? Hát erről hosszan lehetne beszélni, de akkor tömörítsük a véleményemet. Én nyomon követtem a miskolci pedagógusoknak a kezdeményezését, teljes mértékben egyetértek velük, sőt, én vállalom azt is, hogy a listájukban szerepelek, a sorszámot nem mondom meg, akit kíváncsi, az úgyis megnézi. Hát ez egy országos megmozdulás, meggyőződésem, és akinek bátorsága van, az aláírja, akinek kevésbé, az a tantestületben alkott vélemény, és a testületek is feliratkoztak. Ha jól tudom, már jóval 20 ezer fölönt van a személyesen vállalt nevek száma, és hát ugye nyomon követem, hogy mi történik, most a miniszter Miskolcon járt, és ugye hát szerintem egy szerencsétlen mondatot mondott, hogy a bicikli túlgurult, én szerintem a lánc is leesett róla, tehát itt önjáró lett már a klik. Nekem meggyőződésem, hogy ez egy rossz konstrukció, a köznevelési törvényről beszélek, és hát is sok mindent vissza kell bontani. A Herman Ottós felhívás esetleg mérföldkő lehet az oktatás jövőjét illetően? De most, mivel ilyen hosszú ideig voltam pedagógus, azt mondtam, hogy a pedagógusok az gyermekközpontúak, és ugye számtalan szor előfordult már, hogy sztrájkot szerveztek például, de aztán végül mindig oda jutottak, hogy ugye a szülő nem tudja megoldani a gyerekek elhelyezését, ezért a sztrájkot ilyen megfigyelési jelleggel az iskolában ügyeletet tartottak, de a pedagógusok többség azt mondta, akkor inkább tanítsunk, mint hogy a gyerekek ott félmondom idétlenkedjenek. Szerintem ez áttörést jelent, ha komolyan veszi a minisztérium. Hozzátéve az, hogy én abszolút ellene vagyok ennek, hogy egy ilyen mamut minisztérium irányítja az oktatást, az egészségügyet, a szociális ügyet, és meg az Isten se tudja mit. Nekem egyőzősen ilyen személy nincs, aki ezt a sok területet össze tudja fogni, ezért ilyen populista szöveg megy általában, hogy a
pedagógusok bérét megemelték, csak soha nem hangsúlyozzák elsősorban ezek a szónokok, hogy megemelték a munkaidejüket is. Tehát a kötelező órájukat megemelték, és az iskolába tartózkodás időt is megemelték, tehát 32 órát bent tartózkodnak az iskolába. Ezt ugye politikusok mindig el szokták sütni, de 32 óra azt jelenti, hogy elestek a pedagógusok a túlórától, elestek a helyettesítéstől, de 32 órában ők bárhova behozható, gyerekkísérető, stb. Mindenhova. Tehát a pedagógusok jó része a fizetésemelésben, mondhatom azt, hogy kiesett. Ha figyelembe veszük az alapbért és az időközben szerzett túlórát annó, akkor nagyon sokan rosszul jártak. Milyen problémákról tudna esetleg beszámolni, amikről így konkrét hallott esetleg a környéken vagy az ajkai iskolákból? Hát csak konkrét példákat tudok mondani, mert részben én azt mondom, hogy a politikának ezt távol kellene maradni. Mondok jó példákat, ami tulajdonképpen az iskola életét meghatározza. Fölválasztották a fenntartó és a működtetési jogot. Na most el lehet képzelni, van egy iskola, ahol a pedagógusok nem tartoznak már az iskola igazgató hatáskörébe sem, mert nem munkáltatójuk, a bérüket nem ők kezeli. Hát a munkaidejük beosztásában van valamilyen szerepe, ott vannak a konyhások, ott vannak a takarítók, viszont egy másik szervezetre tartoznak. Tehát az iskola igazgatónak a hatásköre tulajdonképpen annyi, hogy reggel fölkapcsol a villanyt, ha sötét van, este pedig lekapcsolja. És hát elvileg ugye azt mondták, hogy azért csökkentik a pedagógus, illetve választják fel a munkáltatót és a fenntartót, hogy az igazgató szakmai munkával foglalkozzon. Hát ez a legkevesebb, amivel tud foglalkozni. És ha még ezt a divatos kifejezést, a sportfoglyó írásra ezt hadd említsem meg, mert ez tragédia, aki kitalálta, szerintem az iskolában adminisztratív munkát végzett valamikor, mert ennek a portfóliónak a feltöltése kimeríti a bűntényt. Tehát olyan adatokat kell közölni, ugye, és akkor jönnek a különböző ellenőrzési formák, most nem akarom megbántani a magyar oktatás irányítóit, de annó Romániában volt ilyen, hogy a pedagógusoknak egymást kellett figyelni, és jelentéseket kellett írni, és ott is súlyosították még a helyzetet azzal, hogy még az iskolákban, tehát a nagyobb korú gyerekeknél ilyen sólyomnak nevezett gyerekeket építettek be, akinek jelentést kellett készíteni a pedagógusról. Hát már elfelé haladunk. Most a miniszter ugye enyhítette ezt elmondása szerint, hogy csökken az ellenőrzés, hangsúlyozni szeretném, hogy én a külső ellenőrzés híve vagyok, tehát kell szakmai ellenőrzés, kell gazdasági ellenőrzés, bár most ugye nem pénzük nincs az iskoláknak, ha jól tudom, akkor a miniszter megígérte, hogy ellátmányt kapnak az iskolák egy bizonyos összegig, amik ilyen kréta, papír, vécé, papír, ilyeneket be tudnak szerezni. Tehát ez már esemény után vagyunk, már itt a rendszer szétbomlott. És hadd tegyem hozzá még az, hogy mindenki, aki benne van ebben a rendszerben, tudja, ugye, hogy vannak az egyházi iskolák, vannak az alapítványi iskolák, zömét most meg akarják szüntetni, vannak ugye a magániskolák, és tulajdonképpen aki nem tarthat fenn iskolát, az önkormányzat. Tehát ez hihetetlen, hogy egy olyan önkormányzat, amelyik létszámban és szakmailag is felkészülhet, meg tudná az iskolákat működtetni és fenntartani. Jó példa, most ugye Tombóvár az kérte vissza a működtetést, és nem összetévesztve a fenntartást, mert a fenntartást ugye a szakmai részét, de annak idején, hogy konkrét példát mondják, amikor államosították az iskolákat, akkor Ajkától a költségvetésből kivettek 1,2 milliárd forintot. Közben ugye kalkuláltuk, hogy az Ajka 700 millió forintból el tudta látni ezt a feladatot, tehát a költségvetés is megcsapolották, mert most visszafelé is lehetne menni az a kérdés. Na most akkor ugyan tovább? Én azt mondom, hogy vissza kellene, de azoknak a nagyobb városoknak, meg olyan városokból több iskola van a fenntartó és a működési jogot, de a finanszírozást is. És mondjuk, mivel tényleg azt mondom, hogy egy nem politikai kérdés legyen,
a Pokorni, most polgármestere egyetértek, amikor akkor miniszter volt, ugye oktatásminiszter, és ő ezt a köznevelési törvényt nem támogatta fideszes létért. Igaz, hogy megint zuhant, mert utána ki is rakták a frakcióból is, tehát ilyen csendes feladottak neki, mert neki volt elképzelés, hogy a gyakorlatból jött, mert látta, hogy mi van az óvodától egészen az elsőfokú intézményekig. Tehát én látom, hogy legalábbis úgy látom most, hogy súlyos zavarok vannak, a klikkel kapcsolatban pedig az a véleményem, hogy azt a bős gondolatot mondanám, hogy azt szokták mondani, hogy ha egy szervezet több gondot okoz, mint amennyit megold, azt meg kell szüntetni. Tehát én a klikket mindenképpen azt javaslom, hogy ne lefelé gondolom, most úgy van, hogy megyei szintre leadják a feladatokat. Ugye a klik az tovább szakad, és hatalmas, nagy, milliárdos tételekbe gördít hiányt. Na most akkor leosztják a hiányokat a megyékre, ugye akkor az iskolák megint ott van, ahol a part szakad. Mi lehet annak az oka, hogy több ajkai iskola csatlakozott már ehhez a 3-6-os felhíváshoz, a pedagógusok mégsem mernek se megnyilvánulni, se véleményt nyilvánítani esetleg nyilvánosan? Hát a magyarázat végtelen egyszerű, a félelem. Tehát itt talán nem nagyon tudják, de a munkáltató jogot a klik gyakorolja. Tehát a klik az állami intézménynél ugye országosan egy klik van. Tehát ha netalántán valaki sportnyelvező a padlót fog itt egy tantestületben, hogy kirúgják, akkor nem tud elhelyezkedni, csak alapítványi iskolához tudna elmenni, vagy egyházi iskolába, de már meg van bélyegezve, mert azért a klik az nyomon követi, ugye, hogy ki merre mozog, tehát a pedagógus nem tud kimozdulni, és ezért inkább fél. Nyugodtan mondhatom, hogy nem mer nyilatkozni, a másik pedig, ugye létrehozták ezt a pedagógus kart, hát kötelező jelleggel beléptetek mindenkit. Ez olyan, mint mikor a fiatalabb korosztályunk mondjuk a TSS-istés ment. Aki nem lépett be, nem lépett egyszerre, az kényszerítették valamilyen formában. Na most a pedagógus karnak a vezérkara teljes mértékben kiáll a Miskolciak mellett, és a pedagógusok mellett. Azért mondom, hogy itt a minisztérium egy kicsit észhez térhetne, mert ha egy olyan szervezet, amelyet ők kötelező jelleggel hoztak létre, és szembe megy velük, ott szerintem önértékelést kellene és önmérsékletet tartani.